Folyamatosan járőröznek a rendőrök a patikák és a boltok környékén Tolna megyében. Kedd óta a patikákon, az élelmiszer és dohányüzleteken kívül más bolt és szórakozóhely nem lehet nyitva. A rendőröknek ezért a polgárőrökkel együtt folyamatosan ellenőrizniük kell az ilyen helyek környékét. Hosszú sorok várakoznak a gyógyszertárak és a nyitva levő boltok előtt. A legtöbb helyen már korlátozták, hogy egyszerre hányan lehetnek az eladótérben, ezért a rendőröknek ezeknél a helyeknél is figyelniük kell arra, hogy a lassabban haladó ügyintézés ideje alatt nyugalomban várakozzanak az emberek. Veszélyhelyzetben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai is fokozott rendőri jelenlétet tartanak azokon a helyeken, ahol ez szükséges. Ebben a munkában nagy segítségünkre van a polgárőrség, akik szintén nagy létszámban vesznek részt a boltok környékének ellenőrzésében, illetve abban, hogy a közrendet, illetve a közbiztonságot ezután is fent tudjuk tartani. Közben csalók kezdtek visszaélni a koronavírus miatti félelemmel az ország különböző részein. A módszerük az, hogy telefonon hívják fel az áldozataikat, és pénzért azt kínálják fel, hogy fertőtlenítik a lakásaikat. A jelenség Tolna megyét még nem ért el, a rendőrség ettől függetlenül óvatosságra int mindenkit, és azt kérik, senki ne engedjen be idegeneket a lakásába vagy a házába. Tolna megyében is előfordult olyan eset, amikor valakit felhívtak azzal, hogy a lakását kifertőtlenítik, nyilván ezért jó pénzt szerettek volna az elkövetők. Ezzel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmét arra mindenkinek, különösen az idős személyeknek, hogy senkinek se telefonon, se személyesen ne adjanak lehetőséget arra, hogy ingatlanaikat megközelítsék. A koronavírus miatt március 11-én szerdán hirdették ki a veszélyhelyzetet.